az tulajdonképpen ugyanaz, mint az önmagam felé élni. Önmagam felső lehetőségeit megvalósítani. Felső szimbolikus ebben az értelemben, de tényleges jelentése van. Tehát bennem megvan az, ami önmagam, aktuális önmagamnál magasabb. És megvan az, ami aktuális önmagamnál alacsonyabb. Ugyanis lefelé is lehet élni. Annyira lehet, hogy általában ez valósul meg. Általában lefelé él az ember. Aktuális lehetőségei alá akar kerülni. Vannak olyan potencialitások, amelyek aktuális önmagam alatt vannak, és vannak olyan potencialitások, ami aktuális önmagam felett vannak. A spirituális embert az jellemzi, hogy felfelé él. Önnön, önmaga feletti lehetőségeinek megvalósítására törekszik. Nehéz és kockázatos út. Lehet lefelé is élni, ez felettébb könnyű. A kimenetel nem kockázatos, de a kimenetel végeredménye az viszont az önelveszítés. Aki szorgalmasan önmaga alá irányulva él, az voltaképpen megsemmisül. Az megsemmisül. Senki számára nem kötelező természetesen. A másik sem. Itt nincs kötelező. Van, aki nem leng ki jellegzetesen egyik irány felé sem, de ezek végül szintén lefelé fognak élni. Tehát aki nem emelkedik, hanem stagnál, az voltaképpen már süllyed. Mert belső emelkedő mozdulatokat kell tenni már ahhoz is, hogy a süllyedés ne legyen nagyon gyors ütem. A 10 000 ember közül 9 990 lefelé él. Nem felfelé. Lefelé él. És ezek közül nagyon sokan, a többség erőteljesen lefelé él. Szóval önmagam felé élni és felfelé élni voltaképpen ugyanaz. Miért hangsúlyozzuk mégis a felfelé élnit?
azért, mert önmagam felélni ez megtévesztő. Még sokan ugyanis úgy érzik, hogyha lefelé élnek, akkor élnek önmaguk felé. És ez sok szempontból így is van. De nincs nevetségesebb kijelentés, de ezt nem veszik észre, hogy azt csinálok, amit akarok, mondja valaki. Közben nem azt csinálja, amit akar, hanem amit benne a sötét heteron akar, azt csinálja. És erről azt mondja, azt csinálok, amit akarok. Szó sincs róla. Szó sincs róla. Nagyon ritkán jut el valaki ahhoz, hogy tényleg saját akarata szerint tegyen valamit. Rendszerint azt tesznek, amit benne, az ember azt tesz, amit benne, egy sötét, ismeretlen, közvetlenül tapasztalhatatlan, működésének eredményeiben tapasztalható erő akar. Mert több íze felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenkorban terjednek azok az irányzatok, amelyek szerint semmit sem kell tenni. Sem elméleti tudásra nincs szükség, sem gyakorlatban nincs szükség semmire. Ezeknek az irányzatoknak alapjában véve igazuk van. Erre szoktam én úgy szoktam fogalmazni, hogy az ember nincs alapjában vehető helyzetben. Azért tévednek, és azért bűnös a tévedésük, és félrevezető mindaz, amit képviselnek, mert úgy, ahogyan ez náluk felvetődik, úgy az egész nem igaz. Egy olyan emberre nézve igaz, aki közel az üdvözültség állapotában van. Egy közel üdvözültségi állapotban lévő, vagy esetleg üdvözültségi állapotban lévő, tehát egy mennyei állapot betetőzésében lévő. Ez ott valóban nem kell tenni semmit, csak felébredni. De ez a sokszorosan nincs így. Mert ahhoz, hogy felébredhessen, metafizikailag meg kell valósítania önmagát. Hogy metafizikailag megvalósíthassa önmagát, ezért beavatottságban kell lennie. Hogy a beavatottság egyáltalán ezt a folyamatot elkezdhesse, előbeavatottnak kell lennie, és így tovább. Tehát az, hogy végső fokon, meg alapjában véve, meg lényegében, az itt nem érvényesíthető elv. Ez itt, ebben a vonatkozásban ez nem érvényes. És ez tulajdonképpen egy ilyen ördögi tanítás. Elmondanak dolgokat, úgyhogy azt se lehet mondani, hogy amiket mondanak, az egyáltalán nem igaz. Nem, sok mindenféle érvényes dolgot mondanak. Amire az egészet beállítják, az az ördögi. Múltkor méltattuk ugye ezt a Christian nevű személyiséget. M
nem mondtunk róla semmi jót, most sem mondok. Az ember elolvassa Krisztián dolgait, tulajdonképpen nem lehet azt mondani, hogy azok csupa az érvénytelenségek halmazata. Rengeteg érvény, így van. Ahol az egész, az életművét, életét beállította a szép fiú, az egész életét beállította, az az, ami mérhetetlen negatívum és sötétség. És közben mond jó dolgok, egész elfogadható dolgok abban. A nappalimban, a hálószobán, nem tudom, már sok ilyen könnyen. Isten a nappalimban, vagy nem tudom, hogy kerül, vagy nem. Isten a nappalimban, meg a hálószobámban, de különböző már ilyen, hogy az egész lakást bejárja Isten. Most már egyéb könyvek is, a nagy könyvek. Csupa érvényes dolgok van. A lényeggel nincs tisztában, nem is akar tisztában lenni. Nem tudom, hogy mit akar az illető, szóval pénzt és nőket fogni, szóval ez a két motiváció állapítható meg a megnyilvánulásai. Ebben szóval mást úgy nem akar ezen kívül, csak sok pénzt. Lehet, hogy nincsenek gonosz szándékai. És nem a lefelé élést hirdeti, de miután ő maga lefelé él, ezért végül is, a közvetve is, de ennek a reprezentánsa. Kitalált egy műfajt. A könyveinek egy része, tehát az Appalin meg egyéb, ott van egy szereplő, az ő egyes szám első szemében, ő nem Krisztián, ő a hülye. Szóval aki kérdez, meg aki pépelődik, ugyanaz, aki egyébként, és akkor Krisztián nevet és válaszol. Megint mond valami hülyeséget, erre Krisztián nevet és válaszol. Mindig nevet és válaszol. Akkor megjelenik még valaki, egy pita megjelenik, mert természetesen ezek ugyanoha magyarok, de úgy angolok is, egy teljesen angol beszélnek, szóval Pita megjelenik, és ő is mond, ő a fél hülye. Szóval ez mind a tulajdonképpen a szerző, akinek van valami magyar neve, de ez elhomályosodik. Tehát csinált egy ilyen műfajt. Szóval ő az első számú kérdező, és ő butaságokat kérdez. Jön Krisztián, ő válaszol isteni magaslatról, és mondom, közbűső a barát Pita, aki úgy félig, úgy már többet tudogat, mint az egyes szám első szemét használó. Na most ez mind ő, természetesen. És ugye egész jó dolgokat. Csak akinek ez irányban érzéke van, az észreveszi az egésznek a beállítását. Mondom, már hallottam, hogy ez tulajdonképpen ugyanazt tanítja, amit én.
No, de ez, ez, ez